áld meg és szented meg ezt a dombot, mert szálljon le áldásod bűvésze is, aki ezt a domborművet megalkotta. Dr. Márfi Gyula áldotta meg a domborművet, amely a vértanú Bódi Mária Magdolnának állít emléket. A szigligeti születésű fiatal lány életében már gyermekkorában is fontos szerepet játszott a hit, annak ellenére, hogy szülei nem voltak vallásos emberek. Ő megtartóztató életet élt, és fontos volt számára a szegények segítése. Szentté avatását, mint Szentté József kezdeményezte, de Márfi Gyula érsek is közben járt ügyében. Kellenek példaképek, és ezt a Szentatyának is mondtam, hogy szentté avatott pápából, meg püspökből, meg apácából már van elég, de szentté avatott munkásányból abból kevés van. És ő lehetne igazán talán a mai lányoknak és fiataloknak is a példaképe. Egyébként az úgynevezett egyházmegyei eljárás már lezajlott, és azt Rómában el is fogadták. Ami nem kis dolog, mert hát, hogy mondhatnám így, hogy csont nélkül elfogadták az elsőfokú eljárást. Bódi Mária Magdolna 1945-ben halt vértanú halált, amikor a szovjet csapatok bevonultak Litérre. Magdit a bunker ajtajában kapta el egy katona, ő azonban óvva a Jézusnak felajánlott szüzességét szembeszállt az oroszokkal. 6 lövést adtak le rá, az utolsó golyó szíven találta. A Badacsony Tördemici templom falán lévő domborművet a Veszprémi Egyházmegye felkérésére a keszthelyi kötődésű Túri Török Tibor készítette. A kultuszát itt a Balaton északi partján erősen ápolják, köszönhetően Márfi érsek atyának, és a érsek atya indítatására készítettem el egyszer Veszprémbe a érseki palotába a térplasztikáját, a mellszobrát, amit most avattunk föl, és most ide került ez a fél dombormű, hát és ezzel is hát idegszünk ennek a kis hölgynek, ennek a kis szentéletű embernek a hagyományát, emlékét ápolni. A Bódi Mária Magdolna hitvalló és vértanú életéről tett tanúvallomások több száz oldalas dokumentációt tesznek ki. Ezt 2016-ban nyújtotta be dr. Márfi Gyula érsek a Vatikánnak. A kongregáció határozhat először a boldogá avatásáról, majd később akár a szentély avatásáról is. A végső döntést a pápa mondja ki.